Sziasztok! Most azt szeretném megmutatni, hogy hogy tudjátok megcsapágyazni ezeket a fajta Panasonic elöltöltős mosógépeket. Ugye múltkor a szivattyút cseréltük ki ebbe a gépbe, és akkor utána kiderült, hogy ez a gép elég jó csapágyas, úgyhogy ezt meg kell csapágyaznom, ezt a gépet, és gondoltam, akkor megmutatom nektek. Nincsen tapasztalatom Panasonic gépekben, ez az első Panasonic gép, amit meg fogok csapágyazni. Hát akkor álljunk is neki, mert elég hosszadalmas munka. Ugye onnan tudjuk, hogy csapágyas, hogyha ugye hangos a gép, főleg amikor centrifugál, akkor hangos a gép, vagy kinyitjuk és megtekerjük a dobot, és lehet hallani egy ilyen morgó hangot ad, ez a csapágyból jön, ez azt jelenti, hogy a csapágyak ki vannak kopva, oda vannak, és ez nagyon hangos, egyre hangosabb tud lenni. Sokáig nem szabad ezt halogatni, a csapágyazást, mert egyre rosszabb lesz, és akkor egy idő után már nem is lehet majd megcsapágyazni, mert annyira tönkre megy. Remélem hallani. Biztos hallani, mert eléggé hangos. Ugyanek teljesen szabadon kéne, vagyis teljesen halkan kellene pörögnie. Főleg azt hiszem, ez egy inverteres motor, tehát ebben még kefe sincsen. Azért ennek teljesen halknak kell lenni. Na, tehát úgy kell kezdeni, hogy leszedjük a tetejét. Hátul van két csavar. Ott van egy, meg a másik oldalt van egy. Leszedjük, ja meg itt három van, a Panasonicnál három. Leszedjük, kiszedjük a két csavart, és utána hátrafelé meghúzzuk a tetejét, és akkor az úgy el lehet emelni. Akkor ennek a mosógépnek az elejét kell leszedni, az első előlapot kell leszedni, és akkor ki tudjuk arra szedni előrefelé a dobot. Szedjük ki a fiókot. Ott ezt itt kell lenyomni, és akkor kijön az egész fiók. Akkor itt van egy csavar, ezt a csavart kinyitja, kiszedem. Ott van egy csavar. Akkor itt fölül van egy csavar. Kis csavarhúzóval. Ki kell akasztani ezeket a pöcköket. És akkor elvileg szerintem ennek el kell lennie. Ha nem, akkor tévedtem. Ja igen, itt vannak ilyen pöckök, itt oldalt. Hát ezen sajnos nagyon nem tudunk mit csinálni, ezt le kell itt feszíteni. Akkor kössük ki a vezetékeket, vagyis hát húzzuk le a stekkereket, magyarán. Elején. Ja, nem lehet. De jó, nem lehet leszedni. Hát akkor ezt így félre kell halítgatni, és akkor szedjük le az elejét. Keressük meg a... a szorító bilincsnek a,
a rugóját, és egy vékony kis lapos csavarúzóval feszítsük el a háztól. Igen. És akkor az így álljon. Akkor húzzuk le a gumit a peremről. Így. Mehet vissza az ajtó. Ezt le kell szedni. Itt van egy csavar. Szedjük ki a csavart. Akasszuk ki a csövet, és balra felé el kell nyomni az elejét, és akkor az így eljön. Jó, itt vannak csavarok alul. Egyik oldalt. Másik oldalt. Na, tehát itt van fölül két csavar, ezt is ki kell szedni. Akkor utána az egész... Ja, itt van egy valami drótszerűség, ezt akasszuk ki. Jó, akkor az egész így eljön. Na jó, ki kell szedni az ajtókapcsolót, sajnos. Úgyhogy jobban járunk. Azt hittem, hogy le lehet húzni egy csatlakozót, de jobban járunk, hogy kiszedjük az egész. Két csavar. És akkor el lehet emelni az elejét. Na, hát így néz ki belülről. Azt mondja, hogy szedjük le a súlyokat. Tízes dugókulcssal. Jó, akkor tetejéről is szedjük le a súlyt, meg le kell bontani itt a tetejét. Okay. Szedjük ki a fiókot. Itt van egy csavar. Itt van egy csavar. Itt van lenne a bilincs, ezt akasszuk ki, és akkor az egész fiók így álljon. Akkor hát ezt mindenképp itt le kell szedni, mert ez
útba lesz, a többi nem érdekes, így hátra lehet hajlítani a fiókot. Akkor szedjük le ezt a... Itt van a vezérlőpanel különben. Ez... Nem tudom, látszik-e? Ez a panel. Ott van egy csavar. Le kell szedni előbb a tetejét. Belekukkantunk. Jó. Itt akkor jelöljük össze a vezetékeket, amit le fogunk húzni. Stekkereket. Ugye le kell szedni egy párat, hogy ki tudjam én szedni. Kis csavarhúzó segítségével. Nyomjuk be a pöcköket, és akkor így el lehet húzni. Az alaplapról. Jó lenne, úgy csinálnám, hogy lássatok ti is valamit. Jó, tehát... Úgy nézem, eléggé a Panasonic eléggé jó csináltatat. Különböző méretű csatlakozók vannak, hogy ne lehessen összetéveszteni. Meg a színek is egész jók. Különböző színek vannak. Akkor ez így mehet félre. Ne legyen útba. Akkor a bordot, ha minden igaz, akkor el tudjuk. Azt meg el tudjuk errefelé mozdítani. Hogy ez se legyen útba. Jó. Akkor szedjük le a hátulját. Itt fogja 5 csavar. Én már kiszedtem őket, és akkor el lehet így emelni. Akkor kössük le a vezetékeket a fűtőbetétről. Jó, közben kiderült, hogy a fűtőbetétről nem lehet lekötni a vezetékeket. Rá van hegesztve a vezeték, úgyhogy onnan nem lehet kikötni. Ezért a magáról, az alaplapról kell kikötni a vezetéket, de ahhoz ki kell szedni ezeket a pröcköket, mert ezek fogják itt a házba a vezetékeket. Úgyhogy itt sorba ki kell nyomkodni ezeket a pröcköket, és utána itt eljön. Itt is még, ott is. Csak össze kell nyomni a műanyagot is. És akkor ez így. Bemegy. Jó. Keressük meg, hogy mit kell lehúzni. Az alsó az. Ezeket. Jelöljünk össze mindent, mert az meg fogja könnyíteni a dolgunkat a végén.
Oké. Panaszolik, ne? Oké, azt mondja, hogy... Na, kés is kell. Hát eléggé macerás. Oké, okay. Na, kim van. Ezek a vezetékek mennek le a motorhoz. Meg a fűtőbetéthez. Na, mivel nem lehet kikötni a fűtőbetét, ezért az alaplapból kell kikötni. Akkor itt van a viszintszoba, ez van neki is a csövét. Tegyük le, mert ezt se lehet kikötni, kihúzni a dobból, tehát ott takasszuk ki a csövet, viszint szabályzóból, és akkor ez az is már szabad, akkor jöhetnek vissza így, ezek, akkor ezek után a lengés csillapítókat kellene kiszedni. Illetve, úgy látom, ez a kifolyócső, ezt akasszuk le. Ja, az csak az egyik kifolyócső, jó. Ezt akasszuk le. A másik meg ott van benn hátul. Itt, akkor akasszuk le ezt is. Valószínűleg egy kis víz ki fog folyni, nem érdekes. Meg van benne egy 10 centes. Oké. Okay. Jó, akkor szedjük le a lengés csillapítókat. 17-es villáskulcs vagy dugókulcsa lehet. Nekem nincsen most itt 17-es dugókulcsa, ezért villáskulcsa. Kitekerem. Na, kitekerem mind a kettőt és utána visszajövök. Jó, ki vannak a lengés csillapítók. Szedjük le az elejét, ezt a merevít tőlem ezt. Ott egy csavar. Felül van egy csavar. Akkor akasszuk ki a... Várj csak... Akkor van valami még... Szarság ez... Na jó, azt egy csavar fogja, akkor azt ki kell szedni még itt. Jó, két csavar fogja, ez a, valószínű a mozgásérzékelés, hogyha túl berászkódik a dob, akkor is letiltja a mosógépet. Jó. Mert félre, akkor akasszuk ki a rugókat.
Mennyire látszik? Talán látszik. Egy rugó. Mindegy, leesett. A másik oldalon is. Akkor most elvileg ki lehet szedni az egész dobot, csak a lengés csillapítókból kell kimozdítani. Elég itt hátul van még valami. Még egy csavar fogja, egy érdekes földelő csavar, ami fekete és nem zöldsárga. Akkor ennyi. Akkor lehet szétszedni körbe. Ugye itt vannak a csavarok körbe. Ezt mindegy ki kell tekergetni, és utána lejön a teteje. Megcsinálom, és utána visszajövök. Jó, még mielőtt, tehát amikor leszedtük a csavarokat körbe, akkor itt ezt is ki kell itt szedni. Csillagcsavar fogja. Ez a hűtőbetétnek a szenzorja, de jobb, ha nem is szedjük ki, most látom, hogy szét lehet húzni itt a stekkert. Úgyhogy inkább széthúzom, akkor ezt nem kell itt bolygatni. Jó, akkor jöhet le a teteje. A teteje mehet félre, ezt most nem kell. Óvatosan fordítsuk meg. Szedjük le a szíjat. Szedjük le az égszitárcsát. Oké, tehát szedjük le az égszitárcsát. Ahhoz szedjük le az anyát, és utána az égszitárcsát, ez 27-es dugókulcsa. Le tudjátok lazítani az anyát, utána lejön az anya. Az égszitárcsa. És hoppá, arra figyeljünk, hogy itt van egy alátét. Arra figyeljünk, hogy ott van egy alátét, ezt majd rakjuk is vissza. És elvileg ez így kicsúszik. Akkor itt van a dobunk. Itt van a dobcsillag. Úgy nézem, hogy nincs eltörve, nincs elrepedve. A tenge is egész jó. Akkor nézzük a csapányokat. Igen, az a belső csapágy az oda van nagyon. Úgyhogy ezt kisütöm. Menetes szár, 10-es, 12-es menetes szár, vagy egy tengely. Én tengelyt szoktam használni.
is van. Itt van a simmeringünk. Hát eléggé egy bugyut a simmering, én még ilyen simmeringet nem láttam. De... hát igen. És akkor itt a csapágy. És ez a csapágy, ez van oda. Ez nagyon hangos. Én azt hiszem a hátsó csapágyja nincs is semmi baj. Úgyhogy én azt valószínűleg ki se cserélem. De amúgy, hogyha meg ki kell cserélni nektek, azt meg belülről kell. Ugyanígy, mint a másikat kiütni, csak innen belülről. Arra felé. Ez a csapágy, ez meg jó. Az első csapágy ment tönkre. Ment tönkre. De mindegy, javaslom kicserélni mind a kettőt amúgy. Oké. Okay. Tehát először az új csapágyat kell beütni. Ami itt 6207-es. És érdemes gumi zártat használni, vagy műanyag zártat használni. Az jobban véd a nedvesség ellen. Akkor rakjuk be a csapágyat a helyére, és kezdjük el ütni. Egyenletesen. Lehet hallani, amikor benne van, mert megváltozik az ütés hangja. Mindenképp csak a külső gyűrűt üssük, a csapágy külső gyűrűjét üssük. Na, a belsőt, ütjük, tönkre ment a csapágy. Akkor azt a csapágyat ki kell cserélni, az nem lesz jó. Akkor ezek után mehet bele a simmering. Ugye a simmeringbe ide belülre rakjunk zsírt a rugóhoz, és arra vigyázzunk, hogy a külső felületére zsír ne kerüljön. Ez egy eléggé speciális simmering, ezt nem lesz egyszerű beszerezni, ha be kell szereznetek. Jó, akkor rakjuk be a simmeringet. Ugyanúgy a külső peremet üssük. Győződjünk meg, hogy egyenletesen benn van mindenhol. Jó, miután benn van, akkor mehet félre. És jöjjön a dobunk. Erre a felületre is rakunk egy kis zsírt. Ahol a simmering fut. Nem kell sok, csak egy kicsi. Esetleg ide a csapágyhoz is lehet rakni. Könnyebben rácsúszom. És akkor rá kell emelni a dobházat. Ennyi. Rajta van a dobház, akkor mehet rá ugye az alátét.
az AC tárcsa, a másik alátét és a szorító anya. Húzzuk meg az anyát. Húzzuk meg jól, hogy véletlenül se tudjon lelazulni. Oké. Fordítsuk vissza. Ilyenkor leellenőrizhetjük, hogy hogy pörög. Ugye teljesen szabadon, halkan kell futnia. Nyomjunk ide a tömítőgyűrűhöz egy kis szilikont. Hogy jön belőle. Úgy látom, el van dugóva. Fordítsuk rá helyére. Ugye csak egyféleképpen megy rá. És akkor rajtommal csavarozzuk össze. Jó, amikor össze van csavarozva, minden csavar jó meg van húzva, akkor emelhetjük vissza a dobot a helyére. Ugye ez nem egyszerű, de meg lehet oldani. Ja, hogyha jól rakom be. És nem fordítva. Akkor még könnyebb. Jó. Akkor először a rugókat kell beakasztani. Így. Ezért nem jó.
Oké. Na most jó. Akkor ezek után a teleszkópokat rakjuk vissza helyére. Oké, tehát a teleszkópok után annyit csináltam, hogy ezt a mozgás, ez a rázkódás szenzor csavaroztam vissza, meg a motornak a vezetékét ott felhoztam, bepattintottam a pöcköket a házba, műanyag pöcköket, ahogy is, ahogy volt, és akkor itt van még a vezeték bekötésre vár, plusz felraktam az X-iat, meg azt a fekete földelő kábelt, aminek zöldsárgának kéne lenni, azt csavaroztam vissza. De hát ezt mindent ugyanúgy, ahogy mutattam, hogy le lehet szedni, meg szétszedni, azt ugyanúgy kell visszafelé is rakni. Akkor most azt hiszem, hogy a súlyokat fogom rárakni. Még mielőtt visszakerülnek a súlyok, ezeket a csöveket kell a helyükre rakni. Azt hiszem, hogy ezt be fogom ott ragasztani, mert eléggé laza, és itt látszik, hogy folyt is egy kicsit a víz. Jó, tehát mielőtt felrakjátok a súlyokat, rakjátok vissza a csöveket alul, azt a két csövet, amit leszettünk, és mindenképp mind a két csövet ragasszátok föl, ne szilikonnal, mert a szilikon az nagyon csúszós és le fog jönni, hanem ilyen építkezési ragasztóval, ami ilyen szög helyet, meg csavar helyet szokták alkalmazni, építkezési ragasztó, és azzal jó lesz. A szilikon az nem jó, az le fog csúszni egy-egybe. Tehát ezzel kell felragasztani. Vagy meg még javaslom kicserélni a bilincset, mert ezek a összenyomatos bilincsek, ez egy nevetséges valami, ez nem elég. Ez nem fogja ott megfogni. Nem véletlen folyt az ott. Na jó, akkor a következő. Talán felrakom az elejét, ezt a merevítő lemezt, ezt a lemezt oda előre, és ide előre, és utána meg az alaplapot, meg a vízszint, nem vízszint, hanem víztartó, mosószertartó fiókot fogom berakni. Jó, tehát felraktam ezt az első lemezt, beraktam a csavarokat, mind a két oldalt, előre fordítottam a mosószertartályt, vissza ezt a csövet, akkor vissza alul azt a csövet, itt járt ragasztani, mert az is egy elég gyenge kötés, és vissza raktam a helyére az alaplapot, ott egy csavar, meg ott egy csavar, és akkor most mehetnek vissza a kábelek, és rá a tető, és utána meg az eleje. Jó, tehát vissza van kötve az összes vezeték a elektronikában, rajta van a dekni, akkor az ajtókapcsolót is visszacsavaroztam, a vezetékeket visszafogadtam oda a kábellel, és benn vannak a csavarok, akkor jöhet rá az eleje, ugye szerintem először alul kell bepattintani a pöcköket, és utána meg fölül helyére nyomkodni, valahogy így, akkor oda is mehet bele az egy csavar, meg ide fölülre egy csavar, és mehet vissza a gumi, mehet vissza az alja, ezeket megcsinálom, és utána vissza ők. Na hát akkor felraktam az alját, elejét, tetejét, már nem is tudom, hallottam abba a felvételt, jó, ezt visszaraktam, vissza csavarokat, fiókot, hátulját felraktam, és ennyi. És akkor csináljunk egy 15 perc, rövid 15 perces Please restart machine, oké. Egy gyors mosást, ha engedi. Jó, bekapcsolt,
ugye nem látni belőle, de pörög a dob, és eléggé halkas, halkan. Jaj. De lehet, hogy nem ütöttem ki a vizet. Ugye megnézem a vizet. Na, oké. Tehát egy 15 perces gyors mosást mosunk, ugye forog a dob. És csendben. Na, tulajdonképpen az volt a baj, hogy nem a víz nem volt nyitva, hanem alul a hőfokszabályzó vezetékét széthúztam és elfelejtettem visszadugni. Úgyhogy azt kellett összedugni, és most már működik. Tehát ilyen hibák mindig előfordulhatnak. Mindenkivel, ez egy nagyon bonyolult gép, nem lesz a kedvencem. Én ezt elég nehezen, úgy gondolom elég nehéz ezt összeszerelni, szétszedni, megcsapágyazni. Ez egy bonyolult szerkezet. A másik gépek sokkal egyszerűbbek, sokkal könnyebben megoldható bennük minden. Ez elég hosszadalmasan elhúzódott itt nekem. Na mindegy, kész, működik a gép, meg van csapágyazva. Remélem valakinek hasznos lesz a videó, és majd még jelentkezek. Sziasztok!